Vajdaság több településéről érkeztek fellépők. A versenyen egyebek között irodalmi, énekeszenés, táncos, de akár a filmkészítés és a képzőművészet több ágazatából is nevezhettek a versenyzők. Koncz Antónió második alkalommal vett részt a versenyen, a megzenésített versek kategóriájában indult. Kosztolányi Dezső múlt este kissé lehajoltam című versére esett a választása. Zenével igazából azóta foglalkozok, amióta 6 éves koromban kaptam egy szintetizátort, úgyhogy azóta így hát bűvölöm a zenét, mondjuk úgy, és hát így a versek megzenésítésével hát korábban is így próbálkoztam, de így tavaly így a KMV-n így bizonyosult bennem, hogy ups, ez egy jó dolog, és kéne folytatni. Mióta itt lakok, járkálok, gondolkodom! Arnold Zsófia a Színművészeti Akadémiára szeretne iratkozni. A KMV egy jó lehetőség számára, hogy megmérettesse magát a közönség előtt. A versenyre egy drámai monológgal készült. Számomra fantasztikus volt, mert nagyon ritkán van lehetőségünk erre, hogy ennyi fiatal együtt van, és akármi, hogyha kell, akkor csak odaszólhatunk valakinek, hogy segítsen, és mindenki segítőkész, és ez mellett egy hatalmas nagy buli. A fiatalok érdeklődése a verseny iránt töretlen. Ezt a megközelítőleg 450 pályamunka beküldése is igazolja. Évről évre megközelítőleg 120 díjazottunk van az összes kategóriában. A díjazottak névsora a honlapunkon, a www.kmvon.org honlapon megtekinthető. Ezen a hétvégén, tehát a döntő hétvégén a körzeti vetélkedőkön tovább jutott diákok mérettetnek meg, tehát a beszédművészeti vetélkedőn, illetve az irodalmi vetélkedőn, illetve a slam poetry vetélkedő volt még, és megzenésített versek vetélkedője, de ugye ezt megelőzi számos más pályázat egészen januártól április vége, május elejéig. A rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Kormány, Óbecse Község, valamint a Tartományi Illetékes Titkárság támogatásával valósulhatott meg.